Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 25-én kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először beszámolunk a koronázási szertartási játék idei előadásáról, majd ellátogattunk a Szent István emlékérem díjátadójára. Ezt követően látogatást teszünk a néprajzkutató Pesovár Ferenc emlékére rendezett kiállításon, végül pedig bepillantást nyerhetünk az Ember tragédiája 2 próbáiba. Tartsanak velünk! Negyedik Kun László koronázási szertartását és életét mutatták be a koronázási szertartási játék keretében. A liturgikus királylegenda Szikora János rendezésében került színre, a címszereplőt Sarádi Zsolt alakítja, aki most szerződött a Vörösmarty Színházba. Rendhagyó színtérben az Aranybulla 1222-es kihirdetésének helyszínén a Csúcsos hegyen idézték meg a koronázási szertartási játék keretében a tragikus sorsú negyedik Kun László uralkodásának történetét. Szikora János rendezésében megélhettük László a törékeny gyémánt elátkozott sorsát, amelyet a csillagokba írtak. Egy drámai előadás az nem egy lexikon, az nem egy YouTube csatorna, nem egy Google, hogy minden benne legyen. És akkor mi ebből a legfontosabb, mi a leglényegesebb? És igazából a nehézséget az okozta, hogy folyamatosan pucoltam belőle ki az információkat, mert arra gondoltam, hogy akit megragadott ez a sors, az majd utána néz, és megismerkedik életének azokkal az epizódjaival, amit az előadás nem jelenített meg. Amit az előadás megjelenít, az ennek a személyiségnek a meghasonlottsága. Nekem az a meggyőződésem alakult ki, miután elolvastam talán mindent, amit a kortársai vagy a későbbi történetírók írtak róla, hogy egy éles különbség van a között, az ember között, aki hát még gyerek, 10 éves, aki elkezdi az uralkodást, és a között, akit 28 éves korában meggyilkolnak. A kettő között van egy furcsa hasadása ennek a személyiségnek. Egy tiszta, romlatlan lélek kezd el uralkodni, tele jobbító szándékkal, és ez a jobbító szándék folyamatosan meghasonlik. Kinéztem az ablakon, és elgondolkodtam rajta, hogy alig kezdődött el, már is vége a napnak. Bealkonyult. Aztán majd jön az este, holnap megvirrad, és így előről az egész. A tízesztendősen trónra emelt Kis László bűnbánó gondolatait a gyermekkor szörnyűségeit végigkísérő történet, az eszmédés pillanatai gátlásokkal küzdő király tragikus életét Kézai Simon leírásában ismerhettük meg Mihály Bőző hiteles előadásában. László tragikus sorsú. Valaki azt mondta róla, talán a Simon a Kézai írta róla, hogy szóval nagyobb vagy fontosabb és nagyobb király lehetett volna. Egyszerűen szerencsétlen volt a sorsa. Mindenki meghalt mellőle, már gyerekkorában, fiatalkorában, rossz kezekbe, vagy rossz társaságba keveredett. Igazából nem volt elég keménykezű, én azt látom, mint Kézai. Azt látom benne, hogy nagyon sokan, például talán a nagyapja kihordatta a székeket a királyi palotából, és azt mondta, hogy innentől kell, és felgyújtotta az udvaron az összes széket. A király jelenlétében senki sem ülhet le. Ez egy hatalom megnyilvánulása. Vagy azt mondom, hogy aki szólni mer, annak kivágatom a nyelvét. Vagy kiszúrták egy másik királyunknak, a Vak Bélának gyerekkorában a szemét. Azért, hogy hát ha lehet, akkor ne legyen király, ne legyen ellenfele az éppen uralkodónak. Tehát ő jót akart tenni. A lelkemben béke van. Már megbocsátottam neked. Attól az órától fogva, hogy elhagytál, szüntelenül imádkoztam érted. És közben milyen jól megtanultál magyarul? Könyörögtem a szűzanyához, hogy távolítsa el rólad a rontást, hogy megtisztuljon az elméd.
hogy látásod elől oszlassa el a homályt. Ezt sosem fogom neked elfelejteni. Sarádi Zsolt számára kivételes lehetőség megmutatni a folytó fekete éjszakába vezető utat, a keresztényként kunná váló, majd a szentőrzők nyomába visszatérni vágyó király vívódásait. Ez a sokfajta vívódás, az kívülről is látszik, de belül lehet megélni. Hát ez egy színészi minimum, hogy az ember megpróbálja ezt megélni, ezt a sorsot. Azt gondolom, hogy János utalt erre, hogy van valami fajta lelki rokonság ezzel a szereppel, az én személyiségim is a szerep között. Tudatom veletek, hogy koronázásom Isten akaratából. Ez év szeptember másodikán megtörtént. A Kislászlót alakító Szikora Ármin János gyermeki bájjal eredendő tisztasággal mutatja be a különöskor hétköznapi harcaiban elveszni látszó és nehéz körülmények között felnövekvő királybotladozó első lépéseit. Úgy volt tulajdonképpen, hogy apa egyszer fölkért, hogy legyek itt a főszereplő, és egy szép napon váratlanul megjött a szövegkönyv. Én mit sem sejtve belelapozgattam, az volt az esti mese is. Hát reggel elkezdtem tanulni, és hirtelen megtanultam az egész szöveget. Bizin atamiz, kinszim köktün. Mi atyánk, ki vagy a mennyben? Szent lészen szenin adin. Szálljon le a te óhajod. Düsszün szenin könlün. Amint a mennyben, úgy az égben is. Kun Erzsébet László édesanyjaként a félig kun, félig keresztény királyi hitves szerepében egy olyan ember életének kettőségét ábrázolja, aki tudatos, ugyanakkor kétségekkel küzdve nem feledi gyökereit sem. Biztos, hogy ő is egy nagyon karakteres és erőteljes személyiség volt, tehát nem csak úgy valakinek az oldalán. És ha jól mondom, akkor tulajdonképpen 4 gyermeket nevelt, és lett is mind a 4 királyné és királyok. Tehát nem egy akármilyen anyáról van szó, és közben ugye, ahogy itt az előadásban is elhangzik, hogy elraboltatja a saját fiát, szóval nem könnyű ezt elképzelnünk és ezzel azonosulni, még színésznőként sem. Mi sohasem háborúztunk ellenetek. Csak asszonyt rabolni jártatok hozzánk, nem igaz? Nagyapám, ő is emiatt üldözött egy kunvitézt. De a ti királytok mégse érte utol, mert a mi lovaink gyorsabbak voltak. Varga Lili, Édua, az ízigvérig igazi kunlány bőrébe bújva egyszerre játékos, figyelmes, izgága, mélységeket láttató, gyötrődő, szerelmes, aki teljes ínyét a mának szentelve vállalja a harcot. Nekem Édua egy nagyon erős jellem és egy nyílt szívű nő. Aki eléri, amit akar, de tehát úgy, hogy ő tényleg őszintén szereti ezt az embert. És csak úgy lehet megjeleníteni, hogy az ember átéli azt, ami ez az ember. És megadatik neki, hogy együtt legyen azzal az emberrel. Még akkor is, hogyha sokszor ellöki magától. De ami erős, és az összeköti ezt a két embert, és ő képes megvédeni az utolsó csepp véréig harcolni érte. Az utolsó előtti Árpádházi király koronázása számos meglepő és életével kapcsolatosan kevéssé közismert tény bemutatása mellett izgalmas történelmi összefüggések megidézésével is megajándékozta azokat, akik szerették volna megismerni IV. Kun László életét. Müller Cecília országos tisztifőorvos vehette át idén a Szent István díjat és emlékérmet. A főorvos asszony sokat tett azért, hogy hazánk kiemelt szakmaisággal tudta kezelni a koronavírus járványt. Ünnepélyes keretek között átadták az idei Szent István emlékérmet és díjat. Az elismerést ebben az esztendőben Müller Cecília tisztifőorvos vehette át. Müller Cecília 2018 óta végzi az országos tisztifőorvos felelősségteljes munkáját. 2020-ban a koronavírus járvány idején az operatív törzs tagjaként sokat tett azért, hogy hazánk Európa egyik legvédettebb országa legyen.
Spányanta püspök atya hívott fel egy szombaton délelőtt, és nagyon meglepődtem természetesen. Én nem gondoltam volna, hogy ilyen rangos kitüntetésben fogok részesülni. Ráadásul hazai terepről, a székesfehérvári embereknek a jóvoltából. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Spányi Antal megyes püspök, a kuratórium elnöke elmondta, a kitüntetés 2004-es alapításakor az volt a cél, hogy olyan ember vehesse át a díjat évről évre, aki életével és tevékenységével is példát tud mutatni az egész magyar társadalomnak. A kuratórium, amikor számba vette a jelölteket, egyhangulag döntöttünk úgy, hogy idei évben a Szent István emlékdíjat a főorvosasszonynak ajánljuk, aki kivételesen nagy munkát végzett, aki azt gondolom, hogy az egész ország megmentéséért sokat dolgozott, és aki ezt tette úgy, mint hitvalló keresztény ember, tehát megvalósítva a Szent Istváni értékrendet, ahhoz igazítva a magánéletét és azt a munkát, amelyet az egész közösségért végzett. Karsai Béla, a kuratórium tagja kiemelte, Müller Cecília a népegészségügy érdekében végzett munkája joggal váltott ki elismerést az egész magyar társadalomban. Egyetértés volt a döntésben, mikor elkezdődött az, hogy kik a potens jelöltek, ő volt a legelső, és meg is álltunk, és nem mentünk tovább. Pedig tudjuk azt, hogy sok adósságunk van, mert nagyon sok olyan ember van, aki megérdemli, de amit itt a COVID-19 vírus kapcsán Müller Cecília letett az asztalra, az példanélküli példaértékű. A díjátadó meglepetéseként Spányi Antal megyés püspök tolmácsolta Rómából a Szentatya Ferenc pápa áldását az ünnepeltnek. Pesovár Ferencre, a korszakos néprajzkutatóra emlékeztek a királyi napok keretében. A népi kultúra egyik magyarországi atya sokat tett azért, hogy a mezőföld hagyományai megmaradjanak az utókornak. Pesovár Ferenc születésének 90. évfordulóján a magyar néprajz, néptánc és népzene egyik legkiválóbb képviselőjére emlékeztek a Királyi Napok programsorozat nyitányaként az Alba Régia Táncegyüttes Malomutcai Székháza előtt megrendezett kiállításon. Idén április 23-án Pesovár Feri bácsi születésének 90. évfordulójára emlékeztünk volna. Ugye a járványhelyzet miatt ez nem adathatott meg, de nem akartunk ezzel adós maradni sem neki, sem a szakmának, sem a tisztelt közönségnek, úgyhogy méltóképpen a Királyi Napokat Pesovár Ferenc fotókiállítással kezdenénk. Nem sokára kezdődik a meghívó, és olyan szakemberek, olyan régi barátok, kollégák fogadták el meghívásunkat, mint Felföldi László, természetesen Botos Jorka bácsi, Török Sanyi, akkor Varró Ágnes az István Király Múzeumból, ő fogja a megnyitót tartani, és Pesovár Ernő bácsi, Feri bácsi bátyának lánya és unokái látogattak el hozzánk, és még rengeteg barátot és régi kollégát várunk ide 14 órára. Mit köszönhetünk Pesovár Ferencnek? Nyilván nagyon-nagyon sok minden, de mi az, ami máig elkísér bennünket? Hát annak idején ő azt hiszem 53-ban büntetésből került ide Fehérvárra, úgymond, hogy itt úgy sincs semmi. Tehát fehér folt volt a néprajzi térképen, Fehér megye mezőföld, és az ő alázatos munkájának, illetve szenvedélyének, fanatizmusának és tudományosságának köszönhetően egy olyan gazdag népzene, néptánc és népszokás kincsre, illetve tárgyi alkotói kincsre lelt, hogy a mai napig a Dunántúl egyik reprezentatív tájegysége mezőföld. Ezen kívül természetesen kutatott és gyűjtött nagyon sok helyen, így Felső-Tisza vidéken tyúkott tánc életéből írt egy fantasztikus tanulmányt, illetve Kalotaszegen is gyűjtött egykori kollégáival, bátyával, Ernő bácsival, Kalló Zoltánnal, természetesen Martin Györgyel, András Fari Vertalannal és még sok más kiváló emberrel. Az együttes egykori népviselet és néprajzi tanácsadójának Fejér megyei gyűjtései mind a tárgyi, mind a néptánc, népzene és népdalkincsre vonatkozóan rendkívül jelentősek. Elég régi az ismeretség valóban, hiszen 1960 körül datálható
Hát 58-tól van itt, de 60-tól került oda ilyen néprajzi tanácsadónak az együtteshez. Én akkor még táncosként ismertem őt, és hát meglehetősen furcsa öntörvényi embernek ismertük akkor is, és mi féltünk is tőle, mert olyan szigorú tekintete volt, és amikor megláttuk táncolni, akkor meg csak ámultunk, hogy ez valami egészen más. Mi volt az, amit meg lehetett tanulni tőle, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy elindult egy úton, és azt teljes egészében végigvitte. És nem csak Magyarországon, de hát legfőképpen Magyarországon. Tehát olyan népi hagyományokat, olyan táncokat, olyan zenét ismerhettünk meg általa, ami máig elkísér bennünket. Hát azt hiszem erről az egyszerű válasz, amikor a tálas professzor megkérdezte a tanítványait, hogy hát mégis ki mit fog csinálni, aztán mindenféle világra szóló ötletek voltak ott többektől. Pedig meg azt mondta, én csak egy egyszerű kis városkába vagy faluba megyek, aztán gyűjtöm a táncokat. Hát nagyon egyszerű kis témát választottál, jó ember, mondja a tálas professzor úr. Hát neki csak nézett, hogy a Ferinek ilyen egyszerű. Hát igen, tulajdonképpen ebből áll ez a dolog, rájönni valamire az életbe, hogy ez neki fontos, és ő hidd benne. Meg volt hozzá az alázata, a kitartása, és végig csinálta. És mi van ma? Egy olyan ember, akinek se autója, se lakása, se családja nem volt. 53 éves koráig mégis összegyűlt valamit, amit ma, még ennyi idő után is, már 40 év alatt a halála után is, ugye emlékezünk rá, ez is ma az a fiatalság ismeri a nevét, alapítványok vannak, iskolák vannak róla elnevezve, és azért egész országban táncolják azokat a táncokat, amit összegyűjtöttek. 165 helységbe gyűjtött. A tiszteletadásra megérkezett családjával Franciaországból Pesovár Zsófia is, aki gondolataiban megidézte azt az időszakot, amikor nagybátyja elindult azon az úton, amely a magyar néprajztudomány fellendülését hozta. Nagyon szívesen jövök vissza Székesfehérvárra, mert Székesfehérvár egyrészt franci nagybátyámat, Pesovár Ferencet jelentette számomra, másrészt pedig Botos Józkával, Juhász Zsófival tartom a kapcsolatot. Dolgoztam is Székesfehérváron, a Királynapok Fesztivál kezdeténtől voltam franciául, úgyhogy egy kicsit hazaérkezem Székesfehérvárra. Miként kell gondolnunk most 2020-ban a Pesovár fivérek korszakalkotó néprajzi gyűjtéseire? Erről nekem elég nehéz beszélnem. Elég sokat olvastam az apámtól és nagybátyámtól is. Ugyanakkor én inkább emberként ismertem őket, emberként, mint apát, emberként, mint nagybácsit. Pesovár Ferenc inkább róla beszélnék most, mert az ő számára rendezték a mai napot, az ő tiszteletére rendezték ezt a mai eseményt. Franci gyerekkorom óta ismerem, és nagyon sokat jött hozzánk Budapestre, mi Budapesten laktunk, vagy pedig nagyszüleimnél találkoztunk Herenden, a családi fészekben, és gyerekként mindig nagyon vártuk, hogy megérkezzen, mert szeretett a gyerekekkel beszélgetni, rengeteget tréfálkozott velünk, mindig úgy jött, mint egy amerikai nagybácsi csokoládékkal, mindenféle ajándékokkal, és később, amikor nagyobb lettem, már kamaszkoromban, neki köszönhetem, hogy megismerkedhettem Sinka és Pilinszky költészetével is. Pesovár Ferenc szakmai életútjának különlegessége, hogy az általa és táncfolklorista kollégái Andrásfalvi Bertalan, Borbély Jolán, Mász László, Martin György és Pesovár Ernő által gyűjtött magyarországi és erdélyi néptánc és népzenei anyag felhasználásával indulhatott meg az 1970-es évek elején a táncház mozgalom. Az ember tragédiája 2 keretjátékát próbálták a Vörösmarty Színházban. Ezt a színt Szikora János rendezi, Ádám szerepében Sági Tamást láthatjuk, Évát Varga Gabriella, míg Lucifert Imre Krisztián alakítja. A keretjáték színnel folytatottak az ember tragédiája 2 próbái, Márton László írói és Szikora János rendezői szándéka bemutatni az emberiség újrakezdését, a teremtés egészét láttató mű indítatását. Ez tulajdonképpen egy újra gondolt paradicsomi szín. Valahogy nagyon jól kapta el a Márton Laci az első színnek a keretét. Én nem mondtam, hogy egy paradicsomi szituációt képzelek ide, de ő azt képzelt, és rájöttem, hogy ez mennyire pontos és mennyire jó.
az emberpár, az Ádám és Éva egy távoli bolygón találják magukat, és ez nem olyan, mint a Hold, nem olyan, mint a Mars, hanem olyan, mint maga a paradicsom. És ebben a paradicsomban föl van nekik tálalva, hogy újra lehet kezdeni az életet. Ahogy most dolgozom rajta, egyébként nem is ez okozott problémát, mert tulajdonképpen ez egy nagyon jó keretet ad a játéknak, hanem az a mindenkori rendezői feladat, hogy amikor a tragédiában megjelenik az Úr, akkor az micsoda? Ugye megszoktuk, hogy az Úr az az Úr hangja. De jól tudjuk azt, hogy Madács az ember tragédiájában ilyen szerepet, hogy az Úr hangja nem írt. Nincs ilyen szerep az ember tragédiájában, ez egy tévedés. Madács az Úr. Beleírt egy szerepet az Úr. És ha nézünk régi archív fotókat, mondjuk a Paulai Edeféle ősbemutatót, ott az Úr megjelenik, ilyen nagy szakállas télapó, és ott ül a arkangyalok között, és onnantól kezdve ez egy szokás volt, hogy az Úr megjelenik, mint egy télapó. És ezzel a hagyománnyal szakított Németh Antal, sajnálatos módon az ő nevét elfelejtették a tragédia színház történetében, pedig nagyon jelentős volt az az újítás, nevezetesen ő kitalálta azt, hogy a korszak nagy vívmánya, a rádió, a test és kép nélküli hang közvetítése, hát ez volna a legalkalmasabb az Úr megjelenésére, és nagy botrány is volt belőle, mi az, hogy az Úr nem jelenik meg a színpadon. Hát nem jelent meg, hanem csak a hangja. És ez nagyon pontos, hiszen az Úr, az Isten maga nagyon sok kultúrában az ábrázolása szigorúan tiltva van. Nem lehet ábrázolni. És ez pontos is ez a tiltás szerintem, mert nem lehet ábrázolni, nem lehet elképzelni. Meghaladja a képzelőerőt, illetve ha mi megpróbáljuk ezt valahogy antropomorf módon formába önteni, abban mindig van valami pitiáner. Tehát én is ezen örlődtem, hogy a Márton Laci beleírta, hogy az Úr. És aztán azt a rendező fantáziájára bízta, hogy akkor ez most micsoda. Hát persze, kézenfekvő volna, hogy akkor majd egy színész felmondja a szöveget, és akkor hangszóróról szól. Hát azt gondoltam, hogy azért valamit mégis kéne ezzel kezdeni, ezzel a feladattal. És gondoltam, ha már a Németh Antal a kor technikai vívmányaihoz nyúlt, akkor én is oda nyúlok, amit még Németh Antal sem ismerhetett, és ez a hülyeség, ez az egyik technikai vívmányunk, ez a hülyeség, a drón, ami kiválóan alkalmas arra, hogy úgy jelenjen meg, hogy feltételezünk mögötte egy irányító, egy megfigyelő szemét vagy apparátust. Tehát a drón, ami itt most az urat közvetíti, hangsúlyozom, nem képviseli, hanem közvetíti. Nos, ez a közvetítő eszköz, ez egyben testileg lehoz valamit a színpadra, ugyanakkor mégis jelzi, hogy e mögött, a készülék mögött van valami, az Úr, amit nem láthatunk, csak a hangját halljuk. Sági Tamás egy számára új szerepkörben Ádámként tesz hitet, és keres megoldást a Föld pusztulása után az új élet megteremtésére, eleve elrendelésként tekintve a jövőre. Nekem tetszik a gondolat, meg hát igazándiból így is van megírva, hogy ez az Ádám egy nem véletlenül idősebb, mondjuk így finoman középkorú férfiról van szó, mert már egy múlttal rendelkeznek. Tehát ugye nem ők az első emberpár, ahogy Madásnál meg volt írva. Pontosabban, mint kiderül, egyetlen emberpárként maradtak egy új dimenzióban, egy új bolygón, valahol a világűrben, mert a régi Föld kihalt. Tehát magyarán ennek az Ádámnak és Évának már van múltja, de amire nem emlékeznek, mert a felsőbb akarat az kitörölte az ő emlékezetüket. Halványan foszlányok vannak, de igazándiból
gondolati szinten mégiscsak olyanok, mint az első tiszta emberpár. De mondom, mégis van egy múltjuk, amire ők már nem emlékeznek, tehát egy középkorú pára gondolta János, és ezért jutott eszébe, hogy a Gabi meg én játsszuk ezt a szerepet. Tehát nagyon izgalmas, nagyon érdekes ezt az egyrészt naivitást. Kevés olyan szerepet játszottam, amiben főleg intrikus szerepeim voltak, amiben ezt a naivitást, úgyhogy nekem ez kifejezetten érdekes és izgalmas képviselni. Varga Gabriella Éva szerepében egyszerre a felfedezés és a kétségek rabja, akinek lépésről lépésre kell megbirkózni az ismeretlennel. Alapvetően az Éva, ugye bármennyi mindenen, színen, történelmi helyzeten, időn megy keresztül, azért hát az eszenciálisan a nőt, ugye a női lényeget próbálja megfogalmazni, és szerintem itt is ebben az első, mintha egy picit előről kezdenénk, de ugye mégsem, tehát ennek most ez a pikantériája, hogy ugyanúgy ott van Ádám és Éva, akik tulajdonképpen ugye egy amnéziától, tehát tulajdonképpen semmire nem emlékeznek, pontosan a saját nevükre se, egymásra sem, tehát ilyen módon egy újrakezdés, de ugye nyilván már ott az ösztönök zsigerekben ott van talán az a múlt egymásról, magunkról, és itt is most azokat a pici gesztusokban próbáltuk azt megtalálni, hogy milyen volt az ő viszonyuk, milyen egy női reakció, milyen az az alapvető tiszta, nem tudom, rácsodálkozás. Júdás nem változott, kételjeit megfogalmazva száll vitába az úrral, s tesz meg mindent, hogy a biztonságot, tisztaságot kereső emberpár nyugalmát kétségek váltsák. Az ember tragédiája kettőt valahogy másként kell kezelni, mint az egyet. Szerintem ez egy külön dologként, tényleg egy új felfogás, az új, a négy írónak egy külön gondolata az emberről, az embernek a gyarlóságáról, a jelenlegi világról, vagy a 20. századi világról, ami körülvesz minket, és ettől lehet nagyon-nagyon érdekes. Viszont külön, szerintem egy kicsit külön kell kezelni, mint tragédia kettő tényleg. A keretjáték kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy az örökbecsű madácsi gondolatok mentén folytatódjék az ember tragédiájának 21. századi története. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!